mik ki nem derülnek, nem Sputnik, hanem fecske volt a szovjet bringa, és könnyen lehet, mert valami fecske alakú kis embléma volt az elején, és favorit az meg nem kelet-német volt, hanem csehszlovák. A többi stimmel. Hát igen, sajnos ez már... Malványodnak az emlékek. Abszolút, igen. De köszönjük szépen a kiegészítést, úgy látszik, vannak még, akik emlékeznek ezekre a jó kis dolgokra. Na nézzük akkor a lapokat, ki mivel indít, mi van nálad? Na, hát itt van például a Világgazdaság címlapja. Elég komoly téma most a sajtóban, mert hogy érkeznek az értesítők a hitelmoratóriumban érintetteknek, hogy mennyivel hosszabbodik meg a futamidejük, és illetve egyáltalán a tartozásuk mennyivel nőtt meg azáltal, hogy nem törlesztettek. Hát most az első körről van szó, tehát a tavaly márciusi és a decemberi időszak közötti részről. Az ügyfeleknek kedvezőbb módon is lezárható lenne a moratórium. Ez arról szól, hogy a futamidő jelentékeny meghosszabbításával és a visszafizetendő többletösszeggel a banki elszámoló levelekben szembesülő ügyfelek számára kedvező megoldás lehetne, ha a moratóriumi jogszabály lehetővé tenni, hogy a megfelelő anyagi körülmények között élő ügyfelek kérhessék a részletfizetés emelését a felhalmozott kamattartozás kifizetése érdekében. Ez tehát azt jelenti, hogy amikor lejár a moratórium, akkor ne kelljen ragaszkodni ahhoz, hogy változatlan maradjon a törlesztő részlet, és így jelentősen kitolódjon a futamidő. Ebben az esetben néhány száz, esetleg néhány ezer forintos törlesztő részlet emelkedéssel elejét lehetne venni a futamidő esetlegesen hónapokkal történő kitolódásának. A bankok egyedileg már ma is engedélyezik ezt, ezt egyébként nem tudtam, ám a megoldást csak jogszabály révén lehetne költségmentesen alkalmazni. Tehát ez fontos lenne, hogy ebbe egy ilyen változás, egy ilyen lehetőség megnyíljon. Úgyhogy erről szól a Világgazdaságnak a vezetőanyaga. Amúgy pedig kínai vakcinával kapcsolatos problémákról többen is írnak, erről szól például a 24.hu vezetőanyaga, de igazából elég általános. Sok konkrétum nem derül ki belőle azon túl, hogy jól lenne tisztába tenni ezt a dolgot, hogy a most akkor mennyire hatékony, illetve mekkora hülyeség az, hogy van, ahol már három adagot adnak belőle, hogy biztos legyen a védelem. Erre egyébként a Népszava cikkében javasol, vagy mond egy egész konkrétat Rusfai Miklós virológus, aki nincs olyan nap, hogy valahol ne nyilatkozna. Most éppen a Népszavában tesz, és ő azt mondja, hogy egy önkénteseken végzett reprezentatív vizsgálattal gyorsan tisztázható lenne, hogy akkor mi is a helyzet ezzel kapcsolatosan, hogy a kínai vakcinával beoltott honfitársainknak megnyugtató-e az ellenanyag szintjük, tehát ez kideríthető lenne. Jó lenne itthon a kínai vakcinával beoltottak körében elvégezni ezt, és akkor tisztában látnánk, és akkor lehetne reagálni, hogy akkor most kell-e belőle a harmadik dózis, vagy nem, vagy egyáltalán milyen a hatékonyság. Ugye a probléma az, hogy ennél nem ismerjük a harmadik fázisú vizsgálatok eredményeit, mert a mai napig nem közölte a gyártó. És akkor még egy gyors hír, a 444.hu viszont az Sputnik, hát ha bicikliként nem is, de oltásként ismét ma is szóba kerül. Az biztos, hogy annak az a neve, igen. Az teljesen tuti. Mindig vezetnek egy táblávatot, hogy mikor mennyi Sputnik érkezik. Ez azért érdekes, mert ez az egyetlen vakcina, amelyiknél más az összetétele az első körös, illetve második körös cuccnak, amit először, illetve másodszor beadnak. Ezért nagyon fontos, hogy a második körös oltóanyag az pontosan időre kövesse az elsőt, és most először ez nem történt meg. Tehát eddig nagyjából az volt, hogy tényleg néhány hét különbséggel, először egyszerre, majd néhány hét különbséggel jött a második körös beadásra alkalmas anyag, és most megjött az utolsó körben, a március 30-án érkezett 250 ezer helyett, eleve már kis késéssel, de április 13-án bejelentették, vagy a mai napra bejelentették az érkezését, de csak 140 ezernek, és nem lehet tudni, hogy mi lesz. Most már ezeket lassan adni kéne a jövő héten, gyors bevizsgálás után, mert ezt még elvileg a hatóság megnézi, de hogy 110 ezer Sputnik eltűnt, és nincs hír, hogy ez mikor érkezik, hogy ezt akkor mennyi, ezek lehet, hogy késéssel kell majd beadni, vagy pedig hirtelen nagyon gyors jóváhagyás lesz szükséges, tehát most ez így elvált, és ezzel kapcsolatosan nincs információ. Szóval hova tűnt 110 ezer Sputnik?
című cikket ajánlom még, ha valaki, főleg ha valaki érintett ebben a kérdéskörben a 444.hu-ról. A napi.hu-n egy jó kis zöld írás, méghozzá a zöldülő acélról és vasról, már nem színét tekintve lesz zöld, hanem a svédek nagyon dolgoznak rajta, hogy kiváltsák a kokszot és szénport, amivel ugye a kohókat fűtik, és az acélt előállítják méghozzá hidrogénre. Nem ismeretlen ez a dolog, már többen kísérleteznek róla, de ők most nagyon komolyan vették ezt a dolgot, és hát bizony, hogyha ez a mutatvány a svédeknek sikerül, akkor ezzel tizedével lejjebb húzzák az egész ország széndioxid kibocsátását, ugye ott az acéltermelés igen magas fokon áll, volumenét tekintve. Tehát, hogyha ott ki lehetne váltani ezt a széntüzelési kohókat, akkor az egy óriási lépés lenne. Úgyhogy a napi.hu-n lehet erről olvasni. Aztán hát nézegettem a portfóliót, EU-s pénzekről, mikor véd meg a vakcina, újabb AstraZeneca vakcina, alkalmazásbéli változások, most Írországban változtatnak hétfőn éppen az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájának. Igen, most már nagyjából a fél Európa úgy döntött, hogy fiataloknak nem adja, viszont 55, illetve 60 fölött változatlanul. Igen, úgyhogy ez meddig tart, az egy érdekes kérdés, mert hogy újabb megjelent az ajánlás az Európai Gyógyszerügynökség részéről, ezzel ellentétes, azt mondta a múlt héten, hogy lehet adni, noha van összefüggés, vagy lehet összefüggés a vakcina és a vérökképződéses nagyon ritka esetek között, és ez kapcsolatosan új információ nem fog megjelenni, úgyhogy ez lehet, hogy akkor tartós döntés ezeknek az országoknak a részéről, mert ezzel kapcsolatban új vizsgálati eredmény nem fog kijönni, úgyhogy ez érdekes mindenki, vagy hát nem mindenki, az érintettek kénytelenek eléggé drasztikus módon átalakítani az oltási programjaikat, és mondom, nagyjából fele-fele Európa, az uniós szinten azoknak az országoknak a száma most már, akik így döntöttek, illetve akik adják rendesen továbbra is mindenkinek, Magyarország is az utóbbi kategóriába tartozik. Igen, erről elég sok információ jelent meg mostanság. Na, hát akkor körülbelül ennyi, és képzeld el, hát Löpapában bízhattunk, hogyha bringás kérdésben problémáink és vannak, és elakadunk. Ő írja, hogy fél verseny, mert félsz rajta, ez az egyik, hát Löpapától muszáj volt egy ilyen poén is. De nem, hanem mert dinamó, lámpák, sárvédő, tartó, meg macskaszem, meg csomagtartó, tehát az ilyen csicsák, az ilyen hétköznapi használati dolgok teszik fél versenyét. Lehet tenni a diplomat, a táskát hátul a csomagtartóra. Igen, 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 tehát hogyha verseny, akkor az a kopasz váz, a kerék, a váltó, a kormány, és akkor azzal lehet. Jó. Menni egyébként... Ez egy máig élő besorolás, tehát hát, most is pont ugyanez a... Elképzelhető, igen, hogyha felszereled és közúti használatra alakítod át a versenybringádat, akkor az onnantól fél verseny. Csak mondjuk ilyet már nem olyan látunk, tehát azért ez kikopott. Nem? Mi van még ilyen? Hát kéne, mert ugye a Kressz előírja, hogy ilyen kellékek kellenek a kerékpár. Na jó, de tudod, ez a szarvkormányos, előredőlős, meghajlasz rajta, de a városban azért a kényelem átvette a szerepet, és ilyen a városi bringák ennek meg inkább már a hegyi bringákat alakítják kényelmes verzióra városi használatra. Nem tudom, nálam ott a Dél-Budán, főleg ott a Hetes út környékén, meg Hunyadi, meg ilyenek, ott elég sok ilyen országút is látni, aki komolyan felszerelve. Aha, oké, jó, akkor csak azt felé közlekedem. Bringákon, vagy fél versenybringákon, akkor maradjunk ennyiben. Trenírozza magát. Azt is írta egyébként Löpapa, hogy a klinikák Ülői körút, Baross, Rákóczi az gyors és haladós, de a szabadságharcos bizony már telik, ez gondolom a híd. Ő a Fradinál vesztette el a hátáról egy kereket, egyszer csak megelőzte, még ezt tette hozzá. 06302010909 SMS, WhatsApp és Viber számunk, ez a zene után tőzsdei összefoglaló jön, megnézzük, hogy tegnap mit csináltak a piacok, ugye tegnap nyitás után a szakértőnk arról számolt be, hogy a rém unalmas napnak nézünk elébe, hát hogy ez hogyan alakult és mi lett a vége, azt fogjuk elmondani a zenét követően.